Köszöntöm Önöket, ez itt a Sziasztok a Nyíregyházi Televízióban. Ezúttal is érdekes programokkal készültünk, rövidesen majd az augusztus 20-ai programokról beszélgetünk dr. Úrik Attila alpolgármester úrral, aztán indul a kispályás szezon, mi pedig másnap, rögtön augusztus 21-én lesz józsavárosi napok, ez egy picit korábban, augusztus 16-17-én, de már 50. alkalommal, és volt Sherfest, ahová szintén ellátogattunk. Mindenek előtt azonban augusztus 20-ai programok, dr. Úrik Attila tehát a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. Köszönöm. Szokás szerint ugye várják a nyíregyháziak az augusztus 20-ai programokat, különösen a tűzijátékot. Lesz-e tűzijáték? Igen, tervezzük legalábbis, reméljük, hogy az idő kegyes hozzánk. Ugye hosszú évek óta már egy tűzijáték van a városban, azt augusztus 20-ára tervezzük. Nyilván, hogyha az időjárás nem engedél, akkor van egy viszmajor lehetőségünk arra, hogy egy másik alkalommal legyen tűzijáték. Ez alkalommal a szilvesztert jelöltük meg erre a célra. Nyilván, mint a legnagyobb magyar államünnep, meg egy nagyon nagy egyházi ünnep is, ez az augusztus 20-a, azért, ahogy szerte a Magyarországon mi is mindig megünnepeljük ezt. Ugye ekkor vannak a városi kitüntetéseknek a legnívósabbjainak az átadása, az életműdíjasok és a városi díszpolgári címeknek az átadásai, amely azt hiszem, hogy különösen emeli az ünnepségnek a fényét. És mivel az elmúlt években általában majdnem mindig 40 fok volt a Kossuth téren, és hiába tettük minél későbbre, az időjárás akkor is meleg volt, sőt még a nap is nagyon hosszú ideig odasült. Éppen ezért 20-án este 6 órától a Váci Mihály Művelődési Központban leszünk, és lesz megtartva ez az ünnepség, de hogy a tér se maradjon ki ebből, lesz egy nagy Tortuga koncert, és a Tortuga koncert után veszi kezdetét 9:30-kor a tűzijáték, mert közben ugye nem csak 20-a van, hanem 15-ször Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivál, és a záró hangversenye, a záró fellépések a Continental Arénában pontosan 20-án vannak, a mi ünnepségünk befejezése után. Ez általában jellemző, hogy így van, amikor van Kantémusz Fesztivál, és látom, hogy azért a külföldi vendégek ezt nagyra értékelik. Nem biztos, hogy mindenki tudja, mondjuk a gyerekek közül, vagy a fiatalok közül, hogy éppen az államalapítást ünnepeljük, viszont azt látják, hogy mekkora tűzijáték van, illetve nagyon megható volt, hogy a határon túli magyar gyerekek például az István a királyból a részletet, hogy éneklik például Kassáról, vagy éppen Romániából, akik érkeztek. Tehát részben akkor ez az ünnepi program egyik eleme is. Igen, ráadásul most a Kantémusz Fesztiválon lesz egy jótékonysági koncert, pontosan a kárpátaljai tanárokért, tanítókért, magyarokért is. De nyilvánvalóan az augusztus 20, mint a legnagyobb állam és tényleg az egyik legnagyobb egyházi ünnep, ez azért elég hosszú történettel rendelkezik. Hogyha bele lehet egy kicsit menni, akkor ugye Szent Istvánig kell, István királyig kell visszanyúlni, aki a törvény napjait mindig augusztus 15-én tartotta, ez nagy boldogasszony napja, ugye egy nagyon jelentős katolikus egyházi ünnep, de hogy miért augusztus 20-a, és miért nem 15-e, amikor ugye 15-én halt meg, augusztus 15-én halt meg István király. A magyarázat az lényegében egyszerű, Szent László király, amikor szentté adta 1083-ban őt, Imre herceget és Gellért püspököt, akkor az augusztus 20-án kanonizálták, és utána egy kis történelmi csavarokkal a 19. századi Habsburg igazgatás és a magyarság, és a 20. században már a kenyér ünnepévé tette ezt az egészet, főleg a Horthy korszakban alakult ki a kenyérnek az ünnepeinek a megünneplése augusztus 20-ával, és azért van ez most így nálunk augusztus 20-án. Ez lényegében ez egy összmagyar ünnep. Tehát azt gondolom, hogyha az ember nézi a híradásokat szerte a világban, akkor nem csak Magyarországon vagy erősebb magyar közösségekben ünneplik, hanem nagyon sok helyen, például ahol nagy magyar diaszpórák vannak, Sydneyben, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában vagy akár Brazíliában a magyar zászlók, sőt még Távol-Keleten is a magyar zászlókat általában megjelenítik nagy épületeken.
adnak róla hírt, éppen azért, mert ez az ünnep és a magyarságnak az ereje, az nem csak itthon van meg és tart össze esetleg, hanem tényleg a világ számos pontján. Emlékszem annak idején, milyen sok konfliktus volt például Erdélyben is ebből, hogy ők ugye az augusztus 20-át ünnepelték, és nem a Nagy Románia ünnepét. Igen, hát nyilvánvalóan ugye ez minden magyarban benne van, mert ez egy államalapítás, az egy nemzetnek a legfontosabb eszmei és lelki része. Amikor még ha nem is nemzeti kovácsolódik, de kialakulnak az államhatárok, abban kialakul egy közigazgatás, vagy később kialakul egy nemzeti nyelv, és kialakul egy kulturális szoros kötelék, azt nem tudják vonalak elválasztani. Se óceánok, se hegyek, se semmi, ez általában az emberben megmarad, és hogyha felbuzdul benne évente párszor a nemzeti érzés, akkor ezeken a nagy ünnepeken biztos, hogy megvan, ezért van ez augusztus 20-ával is a világ számos pontján. Fontos ilyenkor, hogy leüljünk esetleg a gyerekekkel egy kicsit beszélgetni és elmondani, hogy tulajdonképpen mit is ünneplünk. Én azt látom, nagyon sokszor a fiatalok persze tanulják az iskolában és tudják, hogy az államalapítás ünnepe, de hogy ez pontosan mit akar, az nem feltétlenül. Én azt gondolom, hogy mindig fontos. Tehát, hogyha nyilván az ember elmegy 20-án, megnézi Budapest egy tűzijátékot, akkor elmondja neki a szüleje, hogy miért is van ott. De az ember az gyorsan felejt, ugye? És mindenki volt gyerek, mi is elfelejtettük ezeket a dolgokat, az ember átlép rajta, a fiatalos, lendületes, más foglalkoztatja, ezért jobb, hogyha többször elmondja az ember a gyerekeinek, amik fel nem nőnek, pontosan azért, hogyha majd ők lesznek felnőttek, és nekik lesznek gyerekeik, akkor ezt a fajta tudást is ne csak átadják, hanem tartsák annyira fontosnak, hogy megőrzendőnek tartják a gyerekeiknek, az unokáiknak, és így tovább, mert az jelenti igazából egy nemzetnek, bármilyen nációról is legyen szó, a túlélését ebben a világban. Augusztus 20-án tehát akkor programok, itt Nyíregyházán 20 órától a kulturális központban, 21:30-tól pedig majd tűzijáték, közben pedig tartunk a koncert is, tehát aznap, úgyhogy érdemes kilátogatni a Kossuth térre, vagy ide is eljönni. Köszönjük szépen a programajánlatot, reméljük, hogy nagyon sokan lesznek, igen, majd, és úgy jó idő lesz, meg lehet tartani majd a tűzijátékot. Mi pedig akkor folytassuk egy másnapi programmal, egy sportprogrammal, mert hogy 21-én pedig indul a kispályás bajnokság, mégpedig új néven, jöjjenek a részletek.